A pontos cím foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében. Ezt a pályázatot egy konzorcium gyűjtötte be és bonyolítja le, amelynek tagjai Tamási Város Önkormányzata, Dombóvár Város Önkormányzata, a Toll megyei kormányhivatal és a Máltai, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, mint foglalkoztatási szolgáltató. A projekt teljesítése 2018. 10. hónap 31-én vállalás szintjén lezárult, de ez nem teljesen igaz, mert ugye ez a határidő 2018. december 31-ig meghosszabbításra került, tehát eddig kellett a pályázat által megjelölt indikátorokat teljesíteni. Ezek tehát a tavalyi év végéig teljesültek, ezt örömmel jelenthetem. A vállalás, a konzorcium vállalása 145 fő bevonása volt. Ez egy fővel túl teljesítése sikerült, 146 főt sikerült bevonni. Ugye Dombóvár városa itt adminisztratív és egyéb okok miatt egy picit később tudott, tehát a nyár közepén tudott bekapcsolódni a projektbe. Így is azt gondolom, hogy jó néhány támogatásban tudtak részesülni, jó néhány esetben a Dombóvár és Dombóvár környéki vállalkozók. Nem szeretném a statisztikával hosszan húzni az időt, de azért mégis elmondom, hogy összesen tehát Dombóvár és Tamási környékére kivetítve 57-en részesült a képzési támogatásban, 52-en bérköltség támogatásban, 5 fő bértámogatásban és információs szolgáltatásban 32 fő, tehát így jön ki a 146 fő, és a 146 fő úgy osztik el a két járás között, hogy Dombóvár 49 főt vont be, Dombóvár és környéke, és Tamási pedig 97-et. Mi is az átfogó célja ezeknek a topos programoknak? Egy foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési együttműködés, partnerség létrehozása. Én foglalkoztatási főosztályvezetőként is kiemelten fontosnak tartom ezt a partnerség intézményét, hiszen bár a projekt, ahogy majd láthatják, akár ez a helyi projekt is jövő év február 28-áig tart, de az a kapcsolati rendszer, ami kiépült itt, akár a civil szervezet között, akár az önkormányzat, a kormányhivatal között, vagy az egyéb vállalkozások között, akik részt vettek ebben a paktumban, és tudtunk a részükre segíteni, ezt a továbbiakban is fenn kívánjuk tartani. Az, hogy esetlegesen ebből a paktum projektből forrás nem tudunk a részükre csoportosítani bérköltség vagy bértámogatás részében, ez nem azt jelenti, hogy nem tudnánk nekik segíteni, akár anyagi támogatásban, akár más olyan szolgáltatás nyújtásban, amire igény merül fel a vállalkozások részéről. Még egy kiemelt fontos része a projektnek, hogy csökkentse a területi különbségeket és a foglalkoztatás növekedéséhez járuljon hozzá, méghozzá úgy, hogy a projekt az egy keresletvezéreltség elvén működik. Tehát mindenféleképpen azoknak a részéről tudunk támogatást adni, azoknak tudtunk képzést biztosítani, akik jelezték felénk, ezek a vállalkozások jelezték felénk, és ezekre az igényekre alapozva működtettük ezt a programot. Ahogy láthatják, két szintje van, megyei és helyi szint.